Adócsökkentést az élelmiszereknél. Viselhetetlenül magasnak tartjuk a 27%-os általános forgalmi adót az alapvető élelmiszereknél, ezért az MSP véleménye szerint csökkenteni kell a 27%-os általános forgalmi adót 22%-kal 5%-ra. Szeretnék néhány példát mondani. A kormányváltás idején egy liter tej 195 forintba került, ma 243 forint. Ez egy példa valamelyik üzletből. Ez 25%-os áremelkedés. A kormányváltás idején egy kiló liszt 112 forint volt, ma ugyanez 146 forint. 30%-os áremelkedés. Egy kiló krumpli 2010. Ben 126 forint volt átlagosan, ma 164 forint, ez is 30%-os áremelkedés. A másik nagy terület, amire a példát mondanám és a javaslatot is. 2010-ben a benzinára 315 forint volt, ma 406 forint, ez is 30%-os áremelkedés, de a legkiújabb a dízelolaj, dízelhajtóanyag, az 292 forint volt 2010-ben ma 426 forint, ez 45%-os áremelkedés. Az üzemanyagokra az az MSP javaslata, erre törvényjavaslatot is benyújtottunk a parlamenthez, hogy a jövedéki adót az európai keretek között a minimumra csökkentsük, ezzel mintegy 20 forintos árcsökkentést lehetne elérni literenként nem csökkentek, ugyanakkor növekedtek az adók. 12 fajta új adónemet vezetett be az Orbán kormány, 40-szer emelt adót. Mi úgy gondoljuk, hogy karácsony közelettével jogos az a kívánság, hogy adócsökkentést az élelmiszereknél. Mikor lehet jó árat találni ma Magyarországon? Egy kiskereskedő ismerősöm mondta, hogy a végkiárusításoknál. Sajnos ez is ezer szám van havonta. Az elmúlt fél év statisztikái szerint havonta 3-4 ezer kisvállalkozás szűnik meg. Mi úgy gondoljuk, hogy mind az árak mozgása felfelé, mind a vállalkozások mozgása lefelé azt mutatja, hogy csődbe jutott Orbán gazdaságpolitika. Gazdaságpolitikája. Azt hirdeti a kormányzati propaganda, hogy fejlődés van. Ezzel szemben, hogyha összehasonlítjuk a 2010-es és a mai adatokat, sőt, vehetjük a jövő is, a magyar gazdaság egy tapottat nem mozdult előre három évvel ezelőtt, miközben a beruházások aránya 30%-kal csökkent. Tehát 30%-kal csökkent három év alatt a beruházási ráta, ez azt mutatja, hogy egy nagyon lassú kilábalás előtt állunk. Mindezek mellé az a véleményünk, hogy a belső fogyasztás csak akkor emelkedhet, hogyha mérséklődnek az árak, ez úgy gondoljuk, hogy az élelmiszereknél most karácsony idején különösen aktuális, az alapvető élelmiszerek árát csökkenteni kell 22%-kal ezen túlmenően jó munkát és jó fizetést kell kapni az embereknek. Ha nincs beruházás, akkor nincs új munkahely, ha nincs új munkahely, akkor nincs jó fizetés. Ez az a negatív spirál, amiben Orbán az országot hajtotta, ezért az MSP választási szlogenje jó munkát, jó fizetést, jó megélhetést. Karácsony jó kívánságunk pedig adócsökkentést az élelmiszereknél. Altyazı